Endura Chopperek, Sport Endurók, Quadok kismotorok összesen 250 szuperjárgány jelentette az idei BOI motoros napok savát és borsát. Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Szlovéniából érkeztek a hagyományos rendezvény vendégei. Hazai és motoros egyesületek sokasága, így a Goldwing Magyarország, a Pilisi Solymok és a Pécsi Motoros Egyesület is képviseltette magát BOI-ban. A szervezők mindent megtettek, hogy a motoros közösség és a motorok csodájára járó nagy közönség jól érezze magát három napon át. Látványos produkciók, vonulások és esti rock koncertek színesítették a programot. És minden szabadtéri rendezvénynek az alapja a jó időjárás, a jó társaság, és ekkor már a hangulat megvan. Ha lehet azt mondani, régi mamutok jöttek ide vissza a motoros találkozóra, akik talán 10 évvel ezelőtt is itt voltak az alapoknál, jó eső érzés őket újra itt látni. Igen, közülük szinte mindenkit ismerünk, most lehet, hogy a nevét nem tudjuk, de arcról ismerjük, útközben tenyerét ismerjük, egymásnak mindig köszönünk, és jó őket évről évre látni, és mindenki hoz magával újabb barátokat. Mik a BOI motoros találkozó fő momentumai? Miért jönnek össze ezek az emberek évről évre ugyanide a Kántorrétre? Hát hasonló gondolkodású emberek, hasonló hobbival, és itt megosszák az elmúlt évi tapasztalatokat, élményeket, elmondják, számítanak arra, hogy jó zenekarokat hozunk, este jól érzik magukat, egész hajnalig tartó zenekarok lesznek, fellépők lesznek. Hova sorolhatjuk a BOI motoros találkozók? Tudom, Budaörs viszi a Primit az országba, de mégis a vidékiek közül talán BOI is ott van a spéccel. Hát igen, szerintem azért nagyon szép létszám jött össze. Csütörtökön szerintem már egy ilyen 3-400 fő legalább volt este. Pénteken szerintem 6-700 fő volt, és ma ugye a csúcsnap. Véleményem szerint ma este 1000 főt el fogjuk érni. Egy motoros egyesület elnöke örül annak, hogy ott, itt vannak ezek a 10 éves kiskölkök, akik szintén motorra pattannak? Bizony, ez a jövő motorosai itt vannak, a benzingőzt magukba szívják, megérzik. Az előbb is motoroztattam egy kedves kislányt, tehát mindahogy mondtuk is, hogyha a kollégákat megkeresik, a barátokat megkeresik, és egy-egy körre elvisszük a fiatalokat, a kisgyerekeket, hát már az, aki meg tud ülni ugye a motorkerékpáron, és szerintem az egy soha el nem múló élmény lesz nekik, megadja az alapokat a motoros élethez. Persze itt vannak a kis hobbi motorok, de az ember itt elkezdene kalkulálni, akkor több 100 millió forint van most a réten, ugye? Hát igen, különböző értékű motorok vannak valójában, tehát különböző pénztárcával rendelkező emberek vannak, és különböző igényű emberek, tehát van, aki a legkisebb kategóriával is megelégszik, és van, aki a csúcs kategóriákat válaszol. Mit ad BOI-nak ez a fesztivál, ez a három nap, hogy gyakorlatilag egy olyan látványosságot, amihez talán nem is juthatnak hozzá, ha nem jönnek ide le a Kántorrétre? Igen, véleményem szerint most talán BOI-ban az egyetlen ilyen nagyszabású nyíltéri rendezvény, ami ma működik itt a Kántorréten, plusz ugye a csibe paprikás főzőverseny, az még egy ilyen nagy létszámot mozgató rendezvény, és a miénk ez a motoros. Véleményem szerint az emberek azért jönnek ide, mert jól szeretnék érezni magukat. Tehetem, időm engedi, akkor el szoktam menni találkozókra, és főleg most a Józsi barátunk által szervezett BOI motoros találkozóra szívesen jöttem. Mit kell tudni a Goldwing klubról, amelynek te is, és hát Klippel József is tagja? Hát egy nagyon jó csapat elsősorban, 41 néhányan vagyunk, összetartunk, jókat motorozunk, és hát élvezzük a
az együtt való létet, hogy úgy mondjam. Jó rápattani a vasra? Nagyon jó. Én 45 éve próbálkozok, tanulom a motorozást, és remélem, hogy ha egyszer majd leszállok róla, akkor azt mondom, hogy meg is tanultam. Egy motoros számára a Budapest-ból az nem távolság, ugye? Nem igazán. Mennyit szoktatok úgy órában motoron tölteni, egy héten, egy hónap, egy évben? Ez mindig változó, mert ugye a munka az első, és hát amennyi... Utána szórakozás. Igen, és amennyi szabad idő van és lehetőség természetesen, azt akkor kihasználjuk. Költséges hobbi ez? Hát igen. Eleve maga a motorkerékpárnak, és hát utána természetesen a fenntartása és a bulik, mint olyan. Amikor eljössz egy ilyen bulira, mindez a boi, akkor eleve úgy tervezed, hogy itt vagy 3 napot? Igen, abszolút. Úgy jöttem el otthonról, hogy itt szeretnék lenni. Ezt kiszakítod, ezt az időt magadnak? Abszolút. Azt szoktam mondani, eldobtam a kalapácsot, és élvezem a szabadságot. Mi történik általában ebben a 3 napban? Hát legfőképpen a motorozás, tehát mindig valahova egy kis kanyarra elmegyünk. Tehát túráztok. Abszolút túrázunk, így igaz. És hát ugye exhibicionisták vagyunk, ugye a motorosok magamutogatók. Motorozunk itt a faluban is, és élvezzük, hogy integetnek, és mi is integethetünk. És valamint a műsornak a megtekintése. És nem biztos, hogy le kell részegedni hozzá. Hát persze, leütök egy ásványvíz mellett, abszolút. És akkor beszélgettek miről másról, mint a motorról. Így van, szó szerint a motorról, és a lányokról természetesen. És akkor ilyenkor kitárgyaljátok, hogy milyen motorra lenne szükségetek, vagy a meglévőt éltetitek? Én abszolút a meglévőt éltetjük, mert én úgy érzem, hogy a Goldwing a motorok királya. Én számomra legalábbis mindenképp. Semmi pénzért nem váltaná? Nem. Szoktam volt mondani, mint a lovat velem temetik. Úgyhogy... Tényleg. Jövőre ugyanitt bolyba? Megpróbálom, igen. És azért a négykerékos stabilokba legyünk. Volt is már baleseted, nagyon oda kell figyelni azért, hogy az ember hogy kezeli ezeket a gépeket? Hát ez kívülről kicsit játéknak tűnik, de aztán valóságban nem az. Szoktuk mondani, a lóerőt meg kell tisztelni és becsülni. És ezért vigyázunk mi is magunkra. Ide tartoztok-e ez a közösséghez? Mindenképpen egyébként mi crosszozunk is, endurózunk is. Józsival is szoktunk menni elég sokat, és persze fiával is, és azon kívül még nekem is utcai motorom, és ugyanúgy az utcán is szoktunk egymással menni. Te közel laksz Bolyhoz, így hát szívesen ugrasszát erre a motoros találkozóra. Milyen feelingje van, milyen közérzetetek van egy ilyen találkozó alkalmával? Általában ilyen az ember mindig szinte egy, tehát amikor készülünk, de szinte egy évig készülünk, aztán amikor itt vagyunk már, és eltelik, utána megint a következőre. Tehát tök jól érezzük magunkat, összejön a csapat, régi ismerősök, barátok, és így teljesen jó minden. Felzúg a motor folyamatosan? Az természetesen, ettől forró vérünk. Összetartó közösség tud lenni a motoros társadalom, ezt már többször megmutatták. Családnak nem mondanám, de egy jó kis összetartó közösség, igen. Persze itt nagyon sok olyan motoros van, aki csak fölpattan a nyerekbe, ha gond van vele, ha gáz van a géppel, akkor viszi a mesterhez, például te hozzád, te azonban magad szereled saját motorodat, és jó tudni azért, hogy az ember alatt mi ketyeg? Hát szerelném, ha rá időm, ha nem a másik csinálnám, de igen, mindenki tud választani olyat, ami tetszik. Elég sokfajta dolog van, amiből választani lehet, a chopperektől a sportmotorig, ami az embernek a vágya azt. Ezek a csodagépek is elromlanak néha-néha? Hogyne, nem egy darabból van, nem kalapács, ez elromlik persze, szokott. Tehát olajos tud lenni az ember tőlük. Igen, jó, koszos, igen. Hogy telt ez a mostani 3 nap, te hogy élted meg ezt a 3 napot? Hát koncertek is, amire nagyon örülök, aminek nagyon örülök, az, hogy jó időnk volt. Mert volt már, amikor nagy esőbe, kevés ember, most nagyon jó időnk van, nincs nagy meleg, nincs nagy szél, nincs idők, nincs eső, ez pont kellemes, ideális motoros. Látszik is a létszámon mennyiségen, hogy mennyire tudom. Általában, hogy körbenézel, akkor ismerős arcokat látsz, vagy mindig jönnek azért újak és újak? Természetesen megismered a visszatérő arcokat, de szerencsére vannak mindig újabbak, újabb motorokkal, más motorokkal, hozzák a barátokat, hozzák a rokonokat, igen.
növekszik az ismeretségkör évről évre. Tizen voltam itt. Elég lesz, hogy fúrjunk. Jó buli ez itt a maga, ugye? Nagyon jó. Teljes bérő. Hát 10 éve lejárok ide, mindig jó. Egyre kevesebben vannak, de attól jó. Jó. Akik eljönnek, az a kemény mag, lehet ezt mondani? Á, a kemény mag, ez hát most motorosok, tehát ennyi. Hát most motorosok között van a kemények, van a gyengék. Jó arcok, ennyi. Tehát akik motoroznak, azok mind jó arcok, ennyi. Hány éve motorozol te? Hát 105. 30. Ebbe születtél szinte bele? Hát majdnem igen, lehet azt mondani. Igen, édesapám is motorozott, már régi motoros volt. Én tőle tanultam meg, most már 30 éve motorozott. Mi volt az első motorod? Mit tudsz róla elmondani? 105-ös lemezvilás Cseppel volt, ami mostanában már nem igazán lehet kapni. És jelenleg? Jelenleg most ez a 800-as Intruderen van. Jó gurul? Nagyon. Ez az életem álma volt. Több nem is kell. Mennyit gurulsz vele egy évben? Egy évben? Hát ez változó, attól függ, hogy milyen idő van, tehát egyébként függetlenül ilyen 15-20 ezer kilométer közé legurulok egy évben. Van bandád, amivel együtt gurulsz, vagy szólista vagy? Egyedül. Hát vannak ismerőseim, tehát vannak csapatok, akikkel szoktam menni, de általában egyedül. Ez a feeling, ahogy így ránézünk, ez elmenni Amerikába is. Te nyugodtan mindenki megy. Hát én nem vagyok Harley Davidson rajongó. Én nekem de azért megadod a módját. Hát megadni mindennek megadom. Tehát a koponya, meg az ilyen dolgok, ezek, ez a mindenem. A haver így szoktak, meg így szerettek meg? Így szerettek meg, így ismertek el, így tudják, hogy én ki vagyok. Nem, mert sokkal nem ismertek. Erre mondják, hogy a motoroddal együtt fognak eltemetni. Így van, pontosan. Jövőre ugyanitt találkozunk? Jövőre ugyanitt. Minden évben, amíg egyet tudok rúgni, amíg ez elmúlik innen bentről, addig jövök. Minden tisztelet és elismerés a szervezőknek, itt Segyik Károlynak, Szilas Tamásnak, Juhász Istvánnak, Juhász Attilának, Czert Péternek, Vicül Jánosnak és Klippel Józsefnek, akik nem spóroltak az idővel és energiával, így hát szinte tökéleteset alkottak. Idén is a szombat délutáni közös gurulás jelentette a rendezvény fénypontját. Ekkora mindenki a vas nyergébe pattant, aki csak rendelkezett járműve. Kicsik és nagyok együtt vonultak, mint egy nagy család. Több mint 10 rockbanda, étel és ital, sátor, napellenvédő fesztivál sátor és napi 1000 ember, így summázhatnánk az idei mérleget. Az ingyenes esemény emblematikus fesztiválán nőtte ki magát a 11 év alatt, és persze minden adott a sikeres folytatáshoz. Jövőre Boly visszavárja a száguldás és a lóerők szerelmeseit, a kisváros ugyanis megszerette a motorosokat.